Befejeződött Karca közösségi szintű fejlesztése című pályázat, kerékpár tolvajokat fogtak el a rendőrök, rendkívüli testületi ülés, stúdiónk vendége volt Dánielné Kacsó Andrea, intézményvezető. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. szeptember 28-án 18 óra 5 perckor. A Karcag Kincse rendezvényszervező non-profit Kft. 60 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert Karcag közösségi szintű fejlesztésére a TOP kötőjel 7.1.1 kötőjel 16 kötőjel 2016 kötőjel 00068 pályázat keretein belül. Az elnyert támogatásból a Karcag Kincse rendezvény szervező non-profit Kft., mint a HACS által kijelölt munkaszervezet a helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítését és az abban vállalt feladatokat valósította meg. A Karcag Városért helyi közösség HACS szervezet által elkészült a helyi közösségi fejlesztési stratégia, amely alapján megvalósításra került a helyi kulturális és közösségi élet fejlesztése. Az uniós támogatásból megvalósult projekt fő célja volt a közösségi élet infrastruktúrális hátterének biztosítása, a lakosság helyben tartása, a sokszínű és együttműködő helyi közösség megteremtése, a kulturális értékek és hagyományok megőrzésén, népszerűsítésén keresztül, a város kulturális és közösségi életének megújítása, a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és az önkormányzat együttműködésével. A helyi stratégia feltárta a fejlesztendő területeket, ezek fejlesztési lehetőségeit, az elérendő célokat, valamint olyan cselekvési terv került kidolgozásra, ami egyértelműen mérhető és megvalósítható, aminek végeredménye egy jobb, közös jövőkép kialakítása. A megvalósításban nagyon fontos szerepet játszott a civil szervezetek szerepvállalása, a hagyományok felkarolása, ápolása és egyben bemutatási lehetőségeinek megteremtése, amelyen keresztül növelhető volt a helyi közösség fejlődése, összetartozása. A munkaszervezeti feladatokon túl megvalósításra került egy kulcsprojekt és 40 mini projekt. A szolnoki rendőrök elfogtak és őrizetbe vettek egy 23 éves helyi és egy fiatalkorú abonyi férfit, akikhez több az elmúlt időszakban elkövetett kerékpárlopás köthető. A szolnoki rendőrkapitányságra bejelentés érkezett, miszerint a városban elloptak egy lezárt kerékpárt. A rendőrök a helyszínen adatot gyűjtöttek, így látókörükbe került egy férfi, akit másnap este a Jubileum téren igazoltattak a lopott kétkerekűvel. A fiatalkorú abonyi lakost előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. A fiatal beismerő vallomást tett, amiben összesen 4 kerékpár eltulajdonításáról számolt be a rendőröknek. Kutatást tartottak nála, ott még egy nagyobb értékű mountain bike-ot foglaltak le a rendőrök. A rendőrök 4 rendbeli lopással gyanúsítják, őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását. Szintén a szolnoki rendőrök derítették fel annak a kerékpárnak az ügyét, melyet eltulajdonítottak egy helyi társasház lépcsőházából. A feltételezett elkövetőt az egyenruhások elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. Több büntetőeljárás egyesítését követően a 23 éves szolnoki férfit 4 rendbeli lopás, 3 esetben bolti lopás elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgattak, majd őrizetbe vettek és letartóztatására tettek előterjesztést. Soron kívüli ülést tartott a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete. A Szent István sugárúton történt út- és szennyvízvezeték beszakadásával összefüggésben az önkormányzat Viszmajor támogatási kérelmet nyújtott be a helyreállítási munkálatok finanszírozása érdekében, melynek szükségessé vált a kiegészítése a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásának megfelelően. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 9 képviselő jelent meg távolmaradását, bejelentette Karcagi Nagy Zoltán és Kanász Nagy László képviselő urak. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja a napirendeket. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi javaslata. Ha nincs, akkor
elfogadásra javaslom a napirendi pontokat, aki egyetért kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangúra kerül elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, rá is térünk a napirend megtárgyalására, amely egy napirendi pontból áll. Javaslat a Viszmajor támogatási kérelem benyújtásáról a Karcag Szent István sugárúton történt út és szennyvízvezeték beszakadásával összefüggésben, és az erről szóló 190/2023-as képviselőtestületi határozat kiegészítésére. Tisztelt képviselőtestület, ahogy a kiküldött anyagban is szerepel, benyújtásra került a képviselőtestületi határozatnak megfelelően a Viszmajor keretre a támogatási kérelem, mellyel kapcsolatban egy kiegészítést kért a belügyminisztérium. Ez a kiegészítés került beépítésre ebbe a támogatásba, erről kell gyakorlatilag döntenünk. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Nagyné László Erzsébet képviselőasszony. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévő kedves televíziónézők, Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága mai napon soron kívüli ülésen tárgyalta a napirendet, és tisztelettel ajánlja egyhangulag a képviselőtestületnek elfogadásra az alaphatározat kiegészítését. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, napirendi pontjaink megtárgyalásának a végére értünk. Bejelentem, hogy következő testületi ülésünk, amennyiben nem szükséges soron kívüli testületi ülést összehívni, akkor munkaterv szerint szeptember 26-án kedden 15 órai kezdett el ülésezik képviselőtestületünk. Kérdezem, hogy esetleg valakinek van-e napirendi ponti javaslata erre a testületi ülésre. Ha nincs, akkor megköszönöm mindenkinek a jelenlétet, az együttműködést, további szép napot kívánok. Testületi ülést bezárom. Stúdiónk vendége volt Dánielné Kacsó Andrea, a Szent Pál Marista Általános Iskola intézményvezetője, akivel a tanévkezdés körüli teendőkről, feladatokról, az idei tanév célkitűzéseiről, az intézményt érintő pályázatokról és a tanév programjairól is beszélgettünk. Mai vendégünk Dánielné Kacsó Andrea, a Szent Pál Marista Általános Iskola igazgatója. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm én is, Monika, köszönöm a meghívást, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a nézőket. Elindult a 2023-24-es tanév. Milyen előkészületek előzték meg a tanév kezdetet? Nálunk még a nyári szünetben táborok zajlottak a gyerekeknek. Foci táborunk volt 3 spanyol önkéntes fiúval és egy marista testvérrel. Jordi testvér tartotta egyébként a foci tábort a gyerekeinknek, nagy létszámmal voltak jelen, délelőttünként egy hétig tartott a tábor, és csokizással zárták a gyerekek, amit szintén a testvérek készítettek, úgyhogy nagyon jó hangulatban már kezdődött, már egy picit hangoltunk az új tanévre. Elsőseinket vártuk 3 napra gólyafiók a táborba, hogy megismerkedhessenek az új épület részünkkel, velünk, pedagógusokkal, a tantermükkel, és főleg egymással és a tanítónénikkel, hogy úgy tudják kezdeni a tanévet szeptember 1-én, hogy már ismerős közegbe érkezzenek, ne legyen számukra idegen a környezet. Mi már korábban igazgatóhelyettes Tőkésné Szendrei Andrea tanárnővel hamarabb mentünk, és előkészítettük a kollégáknak, hogy zökkenőmentes legyen a tanév kezdete, nyilván az órarendkészítéssel, nyilván a csoportok képzésével, a törvényességnek való megfelelés ellenőrzésével kezdtük a tanévet. Úgy gondolom, hogy zökkenőmentesen indult. Szeptember 1-ére már terveztük a kollégákkal közösen a kis ünnepséget. Volt egy közösségi teremben egy évnyitó ünnepségünk közösen. Mindannyian befértünk végre. Ugye ez volt a nagy álom, hogy beférjünk mindannyian a saját épületrészünkben egy ünnepség keretében. És aztán meglátogattuk az új plébánosunkat, Verez Zoltán plébános urat, aki várt bennünket egy tanévnyitó misére, amit szokás szerint szoktunk látogatni, és most is mentünk. Nagyon jó hangulatba telt, nyugodtan, közel kerültünk a Jóistenhez, úgy éreztük már az első alkalommal. Úgyhogy jól indult a tanévünk, köszönjük szépen!
Hány fővel osztályközösségek tekintetében, évfolyamokat tekintve és a pedagógus ellátottságról is beszélgessünk? 2019 óta évről évre nő a tanulói létszámunk. Most elértük a 300 főt. 228-ról indultunk 2019-ben, most 300 fővel vagyunk a gyerekek tekintetében, 15 osztályunk van, ugye nyilván minden 8 évfolyamon, egyetlen egy évfolyamunk, ami még páratlan, a 7. osztály, de ott nagy létszámú osztályunk van. 17 és 26 között mozognak az osztálylétszámaink, ez nagyon változó, most már 20 alatt kevés osztályunk van, 20 fős létszám alatt. Nagy tekintetben érintettek az osztályok, sajátos nevelési igényű tanulókkal 20 főnk van, illetve BTM-en tanulókkal, akik speciális megsegítést kapnak szintén a tanórai ellátás keretében is, és fejlesztő foglalkozások tekintetében, úgyhogy ott is magas létszámmal dolgozunk. Hál' Istennek a szakos ellátottságunk és a pedagógus ellátottságunk az előző évekhez hasonlóan szinte maximális. Készségtárgyakból keresünk egyébként kolléginát, de van tanítónénink, akinek van speciális szakkollégiuma, ezügyben képzettsége, és még így is azt lehet mondani, hogy el tudjuk látni ezeket az órákat is szakszerűen. Szeretném elmondani, hogy Alexa Józsefné Editke most ment nyugdíjba, őt köszöntöttük az év végén a nyugdíjba vonulása alkalmából, de óraadóként jön vissza hozzánk tanítani. Helyette Federici Éva tanítónénink érkezett, aki az elsősöket koordinálja már nagyon kedvesen, mosolygósan és olyan lágyan, szépen anyáskodva kezeli a kis elsőseinket. És egy pedasszisztenssel bővültünk, mert a buszos utaztatás szintén a gazdasági som Győri Katika nyugdíjba vonulása miatt megoldatlanná vált, és egy pedagógus asszisztens végzi ezt a feladatot, Vadász Brigitta, aki volt tanítványunk volt. Összefonódások vannak. Mi az idei tanév fő célkitűzése? Szeretnénk visszaépíteni azokat a hagyományos rendezvényeinket, amelyeket helyszűkében már nem tudtunk megrendezni. Gondolok itt az élő Betlehemre, a Passióra, pont tegnap egyeztettünk, igen, a pasztorális bizottsággal, hogy nagyon nagy szeretettel várjuk majd és hívjuk a város lakosságát, mint ahogy annó régen is tettük ezt. Igen. Szintén a közösségi nagy termünkben tudjuk ezt megrendezni, most már van rá lehetőségünk, 300 fő befogadására alkalmas pont, úgyhogy várjuk majd a kedves vendégeket, illetve nagyon sok program. Nálunk mindig történik valami, nekünk ez a mottunk. Ezt szeretnénk tovább folytatni, és most is már nagyon sok program, inkább szelektálunk most már. Az aktív iskola programhoz is csatlakoztunk, kaptunk egy meghívást tavaly évvégén, és most abba is belépünk, mert nagyon sok iskolai sportprogramunk van, és akkor miért ne tegyük ezt szervezett keretek között az aktív iskola tagjaként. Oda is kapcsolódtunk. Igazából most a bizottságok, mert nálunk bizottságok működnek, ők állítják össze azt a munkaterv részt, ami nem az igazgatói munkaterv része, és fésüljük majd össze szeptember végén egy közös döntés alapján készült programtervet, ami viszont hetente nagyon sok feladatot ró ránk, de a gyerekek érdekében, és azt, amit a gyerekek elvárnak tőlünk, akár szakkör tekintetében, nagyon sok szakkörünk indul, azt mindent megpróbáljuk teljesíteni, amit csak erőnkből telik, és tudunk. Mert azt gondoljuk, hogy ha a gyerek szeret az iskolában lenni, akkor hamarabb megtanulja azt, amit az órán közvetítünk számára. Beszélgetünk itt a rendezvények közül, ugye a Passióról. Melyek azok, amelyeket kiemelt rendezvényként tekintenek, és mindenképpen várják a szülőket, a város lakosságát, vezetését? Ha sorba haladunk, akkor szeptemberben a Diáksportnapunk az, ami mindig családi program szokott lenni, várjuk a szülőket és futni, akár tornázni. Úgyhogy ez a rendezvényünk már most szeptember 29-én indul. Októberben pálya orientációs olyan programunk van, ami nyitott rendezvény. A középiskolák megtisztelnek bennünket, hogy képviselőket küldenek, és bemutatják az középiskolákat a környező településről is akár. Ez egy nagy rendezvény, hisz szülők is, gyermekeink is ott vannak, hogy mindent halljanak, pontos forrásból értesüljenek. Aztán novemberben nálunk mindig van gyermekek jogai nap, amire szintén várunk szülőket is, mint ahogy az eddigi években is, aki szeretett volna részt vett. Jó, hogyha mindenki tudja, hogy mihez van joga a gyermekeknek, és mik azok a kötelességek, amiket viszont teljesíteniük kell. Decemberben lesz az Élő Betlehemünk, nagy program szintén. Itt akár az Élő Betlehemre külső érdeklődőket is várunk, nem csak a szülőket, illetve azok a gyerekek is végig szoktak menni az Élő Betlehemi forgatagban, akik nem szerepelnek, hogy lássák a társaik szereplését. Januárban már készülünk, ugye fél év, és február a Farsangi forgatag,
amikor is, úgy emlékszem, 13-ára terveztük előzetesen, de nyilván későbbiekben pontosítjuk a programot, amire várjuk a város iskoláit, óvodáit, nagyon sokan szoktak kísérni bennünket, nagyon élénk szokott lenni, nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ennyire. Úgy érezzük, hogy körülül el bennünket akkor a szeretet, ahogy végigmegyünk a városon. A nagy hang, amit ki lehet adni olyankor, ami nem baj, és énekelünk, táncolunk egy kicsit, tehát arra nagyon várunk mindenkit. Márciusban egy játszóházat tartunk azoknak a gyerekeknek, akik érdeklődnek iskolánk iránt, előkészítve a beiratkozást áprilisban. Április, illetve március végén lesz még most a Passió is. Április hónapban szintén van, lehet, hogy azt elfelejtettem, és évvégén a ballagásunk az utolsó napon lesz, ami szintén nagy rendezvény, nagyon sokan jönnek hozzánk akkor is. Én nagyon eredményes tanévet kívánok, és abból a dinamizmusból, ahogy igazgatónő mesélt a programokról, az új közösségi térről, termekről, úgy gondolom, hogy az is lesz, és önök abszolút meg fogják tudni ezt valósítani. Mivel minden kollégám ilyen dinamikus, ezért azt gondolom, hogy valóban így is lesz, és én is kívánok minden iskolának, minden óvodának, illetve minden intézmények könnyebb, szeretettelibb, és tehermentesebb évet. Köszönöm az interjút. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!